A venezuelai ellenzék nem kezdett tárgyalásokat a kormánnyal Norvégiában, a felek egyelőre felmérik a helyzetet, mondta Stalin González, az ellenzéki többségű parlament második alelnöke. A venezuelai válságról így nyilatkoztak civilek. Remélem, hogy sikerül békésen megegyezni. Ez a legfontosabb szerintem, mondta egy asszony, aki várja a válság végét. A párbeszéd fontos, de a gazdasági problémák megoldása mellett a demokratikus intézményrendszert is ki kell építeni. A venezuelaiak többsége ezt akarja, mondta egy férfi. A kőolajban gazdag országban mindennapos, hogy az emberek sorban állnak az üzemanyagért és a hiányzó alapvető fogyasztási cikkekért. Egy sofőr, Darwin Hernández szerint a jelenlegi vezetők teljesen alkalmatlanok. Az országban tomboló káosz őrült mértéket öltött. Sokszor 3 órán állt el az ember sorba, majd azt mondják, elfogyott. Venezuelában követhetetlenül elszabadult az infláció, így amit meg lehet vásárolni, az túl drága az emberek többségének.